Na, szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket egy újabb DNF 2001 félkész régiségek videóban, és egyúttal üdvözöllek benneteket az Operation Shutdown epizód következő pályáján, ami egy CD meghajtó. Így van. Ez ismerős lehet nektek egy korábbi E3-as pályáról. Viszont annyi a különbség, hogy itt egy kicsit tovább mentek a témával, ennek örömére én azért bekapcsolom a God módot. Ki kell lőni azt a lézert, ami aztán beparkol, eltűnik, a meghajtó pedig kijön. Mivel ugye tönkretettük, így valamit ténykednünk kell, menjünk egy szinten lejjebb, majdnem le is estem. Eshetnék tovább, mert igazából ezt gyorsan megmutatom, hogy hogy is néz ki a pálya. Szóval, itt a hatalmas számítógép, ami igazából maga az egész map, egy kidolgozott pálya maga. A többi, amit itt a háttérben láttok, a laboratórium, annak a nagy része az csak egy ilyen backdrop, egy olyasmi, mint a Resident Evil-ökben az előre renderelt hátterek, csak kicsit komolyabb megvalósítással, mert egy-két helyen azért le van dobva 3D modell is. Lámpákat is beleértve, de nem tudom megnézni, mivel nem enged oda a játék. Szóval, maradjunk annyiban, hogy ténykedünk itt. Egyébként figyelmeztetlek titeket, lehet, hogy crashelni fog a játék. Oké, ezt a meghajtót behúzatom. Pisztolygolyóval, milyen jó, mi? És remélem, hogy sikerült valamit itt okoskodnom ezzel a renderléssel. Nem. Ugyanúgy csúnya vörös minden. Ami nem jó. Mert nem fogom látni, hogy mit csinálok. Szóval lehet, hogy inkább fly módban megyünk itt végig. A hivatalos útvonal az lenne, hogy ezen a szalagkábelen végig gyaloglunk szerintem a túloldalig, viszont megint nem látok semmit. Beleértve a szalagkábelt. Azt se látom. Hú. Ez valami fényhiba lehet különben. Oké, ha valahogy fel tudok mászni a meghajtó magasságába. Akkor már látom is azt a szalagkábelt, amit követnem kellene. Csak ugye árnyalatokból dolgozva elég gáz a téma. És ha átérek a túloldalra, ott se igazán javul a helyzet. Szépen meg van csinálva egyébként az egész, csak az a baj, hogy nem látom, hogy mit csinálok. És akkor szóval olyan command. Elvileg itt van olyan, hogy bekapcsoltam most az ektorokat, de semmit nem mutat. Jó. Igazából ki kell lépnem a menübe megint. És nagyon örülnék, hogyha a kedves játék nem kényszerítene arra, hogy végig kattingassak itt. Egyezünk meg annyiban, hogy most nem cenzúrázok, hanem gyorsan kattingatok. Menjünk tovább mondjuk a 4-esre, ami egy kicsit már érdekesebb lehet és kevésbé crashelős is. Ez már egy másik elképzelése a Számítógép belseje című epizódnak. Egy nagyon picit szemetpisztergáló is, mint látjátok. Annyira összemosódik, hogy az én szememet is már bántja. Viszont ahogy így végig gröpködünk nekem, elmondom majd a végén, hogyha elértünk a helyszínre,
mégis jut az eszembe, mert ott is eléggé hasonlítanak a dolgok egy régi kedvenc Disney filmemre, és akkor most lehet találgatni, hogy mi is az. Egyébként teljesen úgy van megvalósítva. Oké. Na most találgassatok, hogy végigröppültünk és bekerültünk egy ilyen zónába. Mégis melyik 80-as évekbeli filmre gondoltam hirtelen? Adok mondjuk úgy 10 másodpercet. Közben elkezdek sétálni. A hátterek is egyébként megegyeznek azzal kapcsolatban, csak nem lövöm le. Jó, szerintem járhatunk körülbelül a 10. másodpercnél, úgyhogy elmondom. A film, amire én gondolok ezekből a hátterekből, meg a pályafelépítésből, ami itt meg van valósítva, az a 80-as években kiadott Tron, vagyis az első Tron Disney film. Nem a 2010-es, hanem a 80-as években, mert ott voltak így megcsinálva az animációk, és rohadt jól néz ki különben ez a pálya, csak gondoltam nincs, hogy megint miért van ez a vizes hangeffekt. Gondolom egyébként, hogy ide is terveztek volna ellenfeleket, meg lehet, hogy fénymotorozást is. Már nem emlékszem, hogy hogy nevezték a filmben őket. Ugye a Tron játékokban, meg az angol megnevezés az az volt, hogy Light Cycle, vagyis fénymotor. Kicsit repüljük ezt körbe, mert úgy nézem, hogy elképzelésen kívül, meg ilyen gyönyörű szépen megcsinált backdropon kívül semmi. Semmi az égvilágon nincs itt. Amúgy nagyon brutális. Jóval több potenciál szorult ebbe, mint a későbbi epizódba, de ezt már mondtam. Oké. Próbáljuk azért meg, hogy kicsit körbesétálom itt, és keresek, megpróbálok keresni olyan szegmenst, ahol áttölt a játék, bár erősen kétlem, hogy ilyen lenne. Automata guggolás, nagyon jó. Jó, szerintem mivel ilyen nincs, így elégedjünk meg azzal, hogy ez egy gyönyörű szép koncepció, ami lehetett volna akár egy szuper pálya is, hogyha elkészül a játék. Nagyon, nagyon sok jó ötlet van ebben a Duke Nukem verzióban. Lenyűgözően sok szóval. Sajnálom, hogy nem készült el. És azt hiszem ezzel végig is értünk ezen a cuccon. Menjünk a Moon Patrolra, ami egyetlen egy pályából áll, elárulom. Na, mi történt azzal a szexi cuccossal ott lent? Hát nézzem meg ezt közelebbről. Jesszus! Nem mondjátok komolyan, hogy volt egy ilyen ötlet is, hogy a járműveket is képes lett volna megfertőzni ez a vacak. Kicsit azért túlzás. Oké, lehet egyébként közlekedni a másikkal? Sajnos nem. Oké, ez egy elég fura ötlet. Kidolgozva sincs. De ez legyen a legkisebb baj, én szerintem ettől függetlenül a koncepció elmegy. Csak nem örültem volna neki, hogyha még a járművek is megfertőződnek majd a fejlesztésnek a végére, mert na valljuk be, hogyha elüt egy ilyen dög, ami járműnek álcázta magát, az azért elég durván néz ki.
Ráadásul még csak nem is Transformers, hogy átalakult volna robottá. Na viszont akkor, ha mondó vagyok, hogy irányuljunk a játéknak a legutolsó epizódjához. Mothership, és ez két pályából áll. Hello! Itt sötétség van, ez milyen anyahajó? Még a hetes renderrel se látok sokat. Oh. Ez mi volt? Jó. Irány a másik csánk. Tudom egyébként, hogy lehetne parancsbeírással is ezt megoldani. De igazából teljesen mindegy. Vajon ez lesz valami? Docking Bay és... Wow! Semmit nem látok. Jó, akkor a két utolsó pálya az úgy néz ki, hogy ilyen semleges. Na viszont a többiek, amiket meg tudtam mutatni, le a kalappal. Legalábbis így az utolsó néhány epizódnál le a kalappal, főleg a Operation Shutdown esetében, ahol volt ugye a trónos epizód, meg az, hogy összemegyünk, és egy számítógép belsejében mászkálunk. Tényleg ezt azért még megmutatom, hogy hogy is nézett ki belülről az a számítógép, és akkor utána zárom a videót. Szóval, Inside Computer, lehet, hogy ez lesz az. Így van. Mondjuk lehet, hogy nem mutattam meg, de azért le lehet kapni ugye a jumpereket, és körbe lehet mászkálni. Annyi a probléma itt csak, hogy visszahelyezni egyik ilyen tüskére se lehet a jumpert, szóval az végleg nálatok marad. Itt vannak ilyen hibák, hogy átugrálhatunk, meg kilőhetünk bizonyos tárgyakat a számítógépben. Viszont az a helyzet, hogy itt sem találtam meg még videón kívül sem a megoldást, hogy hogy lehet tovább haladni. Sajnálatos módon. De itt nem tudok csak úgy átmenni. Egyes egyedül itt van egy olyan bug, hogy át tudom préselni magam. Ezt meg is mutatom. Hogyha sikerülne. Tehát bele sétáltam és átmentem rajta. Gondolom azért, hogy magasabb terepen van, azért sikerült ez így. Mert többinél nem igazán működik. Na de, hogy többet meg tudjak mutatni ebből, bekapcsolom a szellemmódot. Egy-két helyen azért előfordul még szétlőhető MOSFET. PC speaker itt az elején, meg ugye a rengeteg HAL 900-as chip, amit már néztünk. Kérdés egyébként, hogy ezeknek lett volna-e szerepe, vagy most jelenleg van-e szerepe. Nem tudom, erről majd keresek magamnak egy videót. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezeknek van-e szerepe így a számítógépben. Hát sajnálom egyébként, hogy nem sikerült végül befejezni tényleg. Azért megnéztem volna, hogy például ezt az epizódot hogy képzelik el a végleges verzióra. Felmászni sajnos itt nem tudok. Nem jövök. Gondolom ez a CPU a hatalmas hűtővel. Ezt is azért gyors körben nézem, hát ha elbújik itt valahol egy szellőző, vagy bármi, amit használni tudok. Én is már nagy méretekbe gondolkodom. Szellőző egy számítógépben. Nézem. Beugrani nem tudok. És semmi más nem látok, úgyhogy ez a pálya, ez igazából gyönyörűen van felépítve, csak így, ahogy most van, haszna vehetetlen.
Visszatérek az ötös rendelre, akkor itt mi jelenik meg? Ugye itt, mint látjátok, már nincsenek a halas csippek. Jó. Akkor én szerintem legyen ennyi. Azt mondom egyébként így a végére, hogy a Duke Nukem, vagy a DNF alfa sorozatunk az így most a végéhez ért. Maximum majd még kis videókban jelentkezem, hogyha találok valamit a tesztpályák között. De az is lehet, hogy összefoglalom egy nagy videóba azt. Oké, menjünk át és nézzük meg akkor még egyszer a PC speaker részt. Hát, ugye van nagyon durva elképzelés itt, de kár, hogy nem tudom, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy működjön a áttöltés. Speakernél kimenni nem lehet, maximum le tudjuk így szedni, és ennyi. És akkor kint meg gondolkodnak, hogy miért nincs hangja a gépezetnek. Na mindegy. Szerintem ez így legyen ennyi, srácok. Örülök, hogy ezt így be tudtam mutatni nektek. Nagyon szuper játék lett volna. Kár, hogy nem sikerült befejezni. Igazából, ahogy én néztem, 2006-ig még egész szépen készülgetett talán. Bár, hogy én tudom, ezt a verziót 2003-mal befejezték, lezárták, nem folytatták. Talán 2006-tól fölfele menőleg lehet, hogy a Gearbox verzió készülgetett. Jó lassan persze. És a végére nem lett olyan szuper, mint amilyen szuper ez lehetett volna. Véleményem szerint. Bár még egyszer elmondom, mint amit menet közben is. Én végigvittem a Forever verziót. Tetszett is első nekifutásra. Szinte megállás nélkül kijátszottam. Viszont második nekifutásra már nem tudott annyira magába húzni, hogy végig is vigyem a felénél, vagy talán még előbb abba hagytam a játékot. Tehát nincs meg benne az a flow élmény, ami húzza magával a játékost. Nekem ez a véleményem. Na, viszont ez ennyi lenne. Köszöntöm a figyelmet. Ha tetszett, tudjátok a dolgotok. És hamarosan találkozunk. Sziasztok!